Kedves vendégeink, egy kis figyelmet szeretnék kérni. Nagy szeretettel köszöntjük Önöket itt az Átfotó galériában. Annak megnyitása alkalmából, nagyon örömteli pillanatban. Szeretném bemutatni vendégeinket. Kuper András, az Új Buda alpolgármestere, kulturális alpolgármestere, Fénár Tamás, Kossuth Díjas, fotóművész és Parti Nagy Lajos író. Engedjék meg, hogy először néhány mondatot a magáról a galériáról, hadd mondjak el, ez egy igazi régi új galéria. 2000-ben kezdtük el, ketten alapítottuk meg ezt a galériát, alapvetően azzal a szándékkal, hogy az interneten keresztül egy akkor még teljesen újnak számító területen megpróbáljuk a kortárs fotoművészetet, a kortárs magyar fotoművészetet népszerűsíteni. Akkor egy nagy lendülettel ez egy eléggé sikeres projekté vált. Gyakorlatilag egy-két év alatt fölkerültünk az Index portálra is, mint az Indexbe kapcsolt galéria, és gyakorlatilag 100 000 fölötti éves nézőszámmal működött a galéria. És ami szintén egy nagyon nagy feladat volt, és egy különleges kihívás, hogy sikerült a magyar fotóművészek legjavát megnyerni arra, hogy ezen a galérián, illetve itt az interneten keresztül egy virtuális galériában kiállításokat szervezzenek. Nagy öröm volt ez nekünk, nem volt egyszerű, hiszen akkor 2000 után ez az internet és az interneten való fotós megjelenés még egy teljesen új terepnek számított, és teljesen jogos volt az a kérdés, hogy az interneten megnézhető képek az ugyanaz az élménye, ami egy normál galériában várhat az emberre és érheti az ember. És éppen ezért egy idő után megfogalmazódott, azzal együtt, hogy ilyen szép nagy nézőszámot tudtunk magunknak, rengeteg olyan visszajelzést kaptunk, hogy azokat a képeket, amiket ott megnéznek, azokat szeretnék megnézni igazi valójukban is. Szeretnének a közelükbe kerülni, szeretnék azt úgy élvezni, hogy ott van előttük. Úgyhogy igazság szerint ez a gondolkozás vezetett minket ahhoz, hogy mindenképpen az online, ahogy magunk között szoktuk nevezni, az online galéria mellett egy offline galéria is szülessen, azaz egy valóságos, megfogható galéria. És erre lehetőséget igazság szerint az adott, hogy Új Buda elindított évekkel ezelőtt egy projektet, ami változatlanul fejlődik, és egy nagyon jó irányban ható dologról van szó, az pedig az, hogy itt ebből a Bartók Béla út, a Gellért szálló és a Móricz Zsigmond körtér közé első szakaszában egy kulturális negyed alakuljon ki, és ennek keretében lehetőséget biztosítsanak üzlethelyiségek kedvezményes bérlésére olyan típusú kulturális galériáknak, kulturális találkozóhelyeknek, mint amilyen ez is lett. De erről majd a következőkben Kuper András egy picit bővebben. Én még két dolgot szeretnék elmondani. Ez a galéria óriási öröm számunkra, hogy így nyit most Fénár Tamás, Kossuth Díjas fotóművész kiállításával, de a további programunk is már kezd összeállni. Tavaszig gyakorlatilag a kiállítókat megvannak, úgyhogy így Eifert János kiállítása lesz még decemberben, őt követi Vancsó Zoltán, és azt követően pedig Stalter György, akit nagy szeretettel üdvözlünk szintén a körünkben. Stalter György kiállítása következhet majd, de nem csak hagyományos galériaként szeretnénk ezt üzemeltetni, nagyon fontos, hogy ennek ezzel párhuzamosan a virtuális galéria, az internetes galéria is működni fog, és reméljük, hogy nagyon jól prosperálni, illetve ebben a helységben nagyon sokszínű kulturális életet szeretnénk bonyolítani, workshopokat szeretnénk szervezni, szeretnénk társművészeteket meghívni. Tehát, hogy minden, ami a fotoművészethez kapcsolható és kapcsolódik, hogy itt megjelenjen. Most átadnám a szót Kuper Andrásnak, egy picit itt a kulturális negyed kapcsán. Köszönöm szépen, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és tényleg nagyon büszkén állok itt, hogy egy újabb galériát tudtunk átadni a közönségnek. És ez a mai megnyitó az nekem azért érdekes, mert egy másik kiállítás megnyitóról jövök, de két héttel ezelőtt itt a szomszédban
vehettem részt a Palmetta Design Galéria megnyitóján, akiknek a tulajdonságét is sok szeretettel köszöntöm ezen a megnyitóni. Tehát tényleg még az előző ciklusban született az egyhangulag elfogadott határozat az önkormányzatnak, hogy a Bartók Béla útból megpróbálunk egyfajta kulturális városközpontot létrehozni, és a még önkormányzati tulajdonban lévő üzletlenségeket egy gondolatra fölfűzni, és ez pedig a kortárs képzőművészet, és ebben helye van a fotóművészetnek is. És nem csak arról van szó, hogy a kultúrának biztosítunk teret, hanem és hogy ezek a galériák egymástól függetlenül mindegyik végzi a maga munkáját, és próbál valamiféle hangulatot megteremteni a Bartók Béla úton, hanem a legújabb fejlemény az az, hogy ezek a galériák, akik már itt vannak, az elmúlt hetekben létrehoztak egy egyesületet. És az egyesületnek kezd egy önálló élete lenni, kicsit független az önkormányzattól, és ők maguk is elkezdik az egymástól független életüket egyetlen egy gondolat fűzéré fölfűzni. Közös akciókat szerveznek, közös látványterveket készítenek, közös megjelenéssel készülnek, úgyhogy én abban bízom, hogy nem csak azt üdvözölhetjük a mai napon, hogy egy újabb galéria nyílt meg a Bartók Béla úton, hanem ez az élet ezzel a fotogalériával gazdagabb és színesebb lesz, és én nagyon örülnék, hogyha ti is csatlakoznátok ehhez az egyesülethez. Sok sikert köszönjük a kérdését is. Hadd adjam meg a szót Montvai Péternek, aki az Ártfotó másik alapítója. Oké, én három gondolatot szeretnék elmondani. Először köszönöm szépen, hogy eljöttek. Másodszor Féner Tamás fotóművész, a három Magyar Kossuth díjas fotóművészek egyike, és óriási szerencsénk és köszönet Tamásnak, hogy rögtön a csúcson kezdhetjük a kiállítás megnyitóját. Ahogy Laci említette, itt ez most egy portréválogatás Féner Tamás kedves ismerőseinek szerintem egészen kitűnő ábrázolásával, és a befejező gondolat pedig az lenne, és ezt majd a Parti úr fogja. Nem, a befejező gondolat az lenne, hogy amikor mondtam, hogy Féner Tamás kiállítás megnyitására kérjük föl Partizán Lajost, ez a név, ez ott is működött. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük az is, hogy elvállaltad a kiállítás megnyitóját, és kérlek, hogy akkor nyisd is meg a kiállítást. Én köszönöm, hogy megnyitottam. Hölgyeim és uraim, nem az alkalom mondatja velem, amit ez a szép alkalom mondat velem, hogy tudnélik zavarban vagyok, hisz egy elég képtelen feladatot kéne itt megoldanom. Azt, hogy miközben a portré készítője kapcsán beszélek a portrékról, ne vegyek tudomást róla, hogy ott lógok közöttük a falon, a Féner portréval megtiszteltek egyikeként. Olyan kortársaim közt, akiket igen tisztelek, nagyra tartok, ahogy igen nagyra tartom Féner Tamást, akinek kapcsán, apropójából, alkalmával, ahogy tetszik, elmondhatom ezt a köszöntőt. Az volna az igazi, ha itt és most a 75. születésnap alkalmából minden képe megszólalna. Valahogy úgy, hogy Féner portréja lógna a falon, például a híres kétkezes kamerás portré, és a fotózottjai az arcai körülállnák, köszöntenék őt a maguk módján. Kézdi Gyuri például verset mondhatna. Valami maró, keserűen röhelyes karintit, valami virtigli hazaárulót, ha már a grémium többsége naponta megkapja a minősítést a hazahuzamos üdvözítőitől, amit persze a minősítők nem gondolnak komolyan, legfeljebb a célt, mely az ilyesmi eszközt is szentesít. Mondjuk az volna a kikötés, legyen az, hogy csak a fényről beszélünk, mindenről, ami a fénnyel összefügg. És akkor persze a sötétségről is. Egy ilyen november mélyi délutánon a Mehrlicht kérdésére nagyon adja magát a Mer Dunkel válasza. Bőven volna mondandója mindenkinek arcról és képről, novemberről és hazáról, és persze ártról és fotóról, a fénerségről, a szemről, ahogyan épp mert szét tudja választani, együtt látja a fényt és a sötétet, kellő arányban és kivágásban, mikor milyenben, hisz mi más is volna a mű, mint határoltság és arány. Az az érzésem, a fényírás legkényesebb, legbonyolultabb tárgya épp az arc, tehát nem is technikailag, de ezt nem tudom. A portré sosem csak a megfényírt személy, hanem a fotós képe, erős tudomása annak arcáról, akit lefényképez.
tudomás az arcról, amelyről az ember nem tehet, és az arcról, amiért kiki felelős, ami nem születik, hanem lesz, hosszú-hosszú esszel. Az emberi arc olyan alakulat, mely csak az utolsó maszk alatt szűnik meg változni, soha kétszer ugyanabba a folyóba, ezt rögzíteni a portrék időmecseteivel, tárgylemezeivel, nagy kihívás, évezredekkel idősebb a fotográfiánál. Mégis a fénykép tette és teszi fel legélesebben a kérdést pillanatról és változásról, arról, hogy mi állja az időt. A portréfotózás szerencséje, hogy nem lehet egyetlen szóval, de még röviden és tömören sem leírni egy arcot. Ha nem így lenne, nem volna szükség a fotóra, ott állna a szó keretben, tökéletes metafora X-ről vagy Y-ról. Szerencsére a nyelv, a mindentudó nyelv más tud, körbe tapogatni tud, közelíteni tud, de egy szó nincs az arcra. A pillanatnyi arcra, mely magába gyűjt, befoglal számtalan más pillanatot, más jelentést, válogatott belegondolásainkat. Benne van, vagy belelátjuk, de pontosabb, ha úgy fogalmazok, benne van, mert belelátjuk, s föltehetjük, azért látjuk bele, mert benne van. Fényképezni sokan tudnak, látni kevesen, mondanom sem kéne, hogy Fénert Tamás ezen kevesek egyike. Pár éve egy interjúban nyilatkozta, hogy akiket a fotós lefényképez, azok odaadták magukat, mármint a fotósnak, ő pedig ezen arctulajdonosodnak örökre az adósa. Nem hiszem, hogy így lenne. Noha sokat elmond erkölcsről, szakmai komolyságról, hogy Féner így gondolja. Ha volt volna is adósság, az a portré elkészültének pillanatában busásan kiegyenlítetett, ami engem illet, büszke vagyok, hogy hozzájárulhattam egy Féner mű elkészültéhez. Mondanám, hogy ezzel a kiállítást megnyitom, de hát meg van nyitva, minden meg van nyitva, még sincs nappal, hogy Rilkét parafrazeáljam. Ami elmondható, el van mondva, Féner részéről is, jeles kortársaim részéről is, más kérdés, hogy újra és újra el kell mondani, leginkább egy belső kell értelmében, lelkésznek, tudósnak, művésznek egyaránt. Nappal ide vagy oda, reggel-reggel van, kézbe kell venni a gépet, arra való, meg a fény is arra való, és a világ is, hogy lássa az ember, hogy dolgozzon vele. Bartókot egyszer a 30-as években megkérdezték egy zenedarabról, hogy tetszik-e neki. Nem tetszik, felelte, mert romantikus. És úgy nem lehet? Nem, rázta a fejét Bartók. De akkor hogy lehet komponálni, tanár úr? Sehogy, mondta Bartók, de azért az ember dolgozik. Senki föl nem hatalmazott, de azt hiszem, mert portrévá tett arcok viselői nevében is mondhatom, az adósai nevében, Isten éltesse Fénert Tamás nagyon sokáig. Hogy el kell áruljuk ezt a lehet, hogy nyílt titkot is, hogy itt születésnapján is köszönhetjük Fénert Tamást, ami vasárnapra esik, de egy picit megelőlegezzük, és ebből az alkalomból egy kis torta is fog érkezni, reméljük végszóra. De már azt hiszem érkezik is. Kicsit elnyékoltak vele. Már itt is van. Ez a jó zenni, vagy egy új jó? Ez mindjárt. Fotós a körömére. De már elindul a körbeli a torta. Igen, vagy lesz. De akkor meg kéne gondolni, persze. Nem, hogy arra fele van a torlóhajtó. Jó, és milyen gusztó járt. Úgy, de. Már nem lassan megy. Már lassan. Ez a fúj. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hát köszönöm, hogy eljöttetek! Igen?
Igen, én még a Tamásnak esetleg, hogy a két-három mondatot. Péter a három szóról beszélt, egy négy szót szeretnék mondani. A költődő négy szócskát üzenek, és fiatnak hagyj örökül, ha kihúz, hapad a minden előtt szót. És felértette Péter Tamás. Köszönöm.